Karcagváros önkormányzata és a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a KUNOK második világtalálkozója pénteki rendezvényén. Nagy tisztelettel köszöntöm Kovács Szilvia alpolgármesterasszonyt. Nagy tisztelettel köszöntöm Kece István urat, a Nagykun Hagyományőrző Társulás elnökét, Kisújszállás polgármesterét. Nagy tisztelettel köszöntöm Rózsa Sándor urat, városunk jegyzőjét. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait. Külön köszöntöm dr. Habil Őrsi Juliannát, dr. Barta Júliát, Bánkiné dr. Molnár Erzsébetet és Elek Györgyöt. Köszöntöm az intézmények vezetőit, képviselőit, a francia delegáció tagjait és minden kedves vendégünket. Nagy örömünkre szolgál, hogy itt a Dériné Kulturális Központban ma két könyv bemutatónak és egy csodálatos kiállításnak adhatunk otthont. A mai délután folyamán a Hagyományőrzés útján című könyvet bemutatja dr. Habil Őrsi Julianna, a néprajztudomány kandidátusa, a könyv szerkesztője, majd Elek György, Nagykun kapitányok a 16. századtól 1876-ig című kötetét ajánlja dr. Barta Júlia, orientalista etnográfus. A könyvbemutatók után Kelet varázsa, hit, tudomány, kultúra címmel dr. Barta Júlia orientalista etnográfus kiállítását megnyitja Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Kedves vendégeink, most felkérem Kovács Szilvia alpolgármesterasszonyt, hogy nyissa meg a mai rendezvényt. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a KUNOK második világtalálkozójának nagykunsági nyitó rendezvényén. 3 évvel ezelőtt a közös történelmi múltra és a KUN örökségre alapozva létrejött egy konzorcium, amely a KISKUN, a Nagykun önkormányzatokat és a civil szervezeteket tömörítette egybe. Ennek neve KUN Összefogás Konzorcium. Ez a névadás nem volt véletlen, hiszen az együtt erősebbek vagyunk elv több évszázadon át érvényesült a nagykunságban és a kiskunságban egyaránt. Az összefogás előbb vérségi alapon, később területi alapokon nyugodott. Valamennyien ismerjük az elmúlt több mint 773 év nehézségeit, viszontagságait. Egy szabad, nomád gazdálkodásra berendezkedett harcos nép kapott menedéket és kiváltságokat 4. Béla királyunktól, melyekért cserébe katonai szolgálatot teljesített. Nem volt egyszerű a letelepedés az itteni szokásokhoz, életmódhoz való alkalmazkodás. KUN elődeink évszázadokon át megtartott autonómiájának, a szabadság utáni vágynak, az önállóan való érvényesülésnek képessége úgy véljük bennünk, utódokban is megvan. Az elmúlt több száz év alatt ez a nép asszimilálódott ugyan, nyelvét, szokásait feladta, de a KUN azonosságtudat még ma is él az itt élők lelkében. Ez az összetartozás tudat mentette meg a nagykunokat a török, a tatár, a rázpusztítások idején, hiszen ez a többször is pusztába futott nép végül mindig visszatért ide, a nagykunságba. A nagykunok mindig állták a szavukat, önálló bandériumot állítottak ki a Rákóczi szabadságharc idején, összefogtak jogtalanul elvonult földjük visszavásárlásának érdekében, ezt nevezzük redemciós harcnak. Összefogtak a vasutak építésénél, a mocsarak lecsapolásakor és a belvíz ellen is. A nagykun települések, így Karcag is, mint hátország vette ki a részét a 48-as forradalomból, etették, itatták a katonaságot és a lovakat. Nem kis teher volt ez, mégis szó nélkül tették dolgokat. 1956-ban is elsők között csatlakoztak a forradalom eszméihez. Tiltakoztak az önálló közigazgatások elvesztése ellen,
nem fogadták el a rájuk erőltetett országgyűlési képviselőket, összefogtak, ha templomaikat, iskoláikat veszély fenyegette, tették mindig a dolgukat becsületesen. Ez az összetartozás tudat tehát mindig is megvolt, és ma egyre erősödik bennünk. És ha feltesszük a kérdést, hogyan volt lehetséges megmaradni ilyen zord, szikes földön, ilyen nehéz körülmények között, akkor nem lehet más a válaszunk, mint az, hogy különleges, kitartó, szívós ez a nép, és a fellelhető, el nem tagadható rivalizálások ellenére mindig képes volt és képes ma is a jó ügyekért való összefogásra. Ilyen jó ügy a gazdasági érdekek és gazdasági együttműködések mellett a kultúra, a hagyományok tisztelete. A rendszerváltozást előtt 1985-ben együttműködési megállapodást kötött a hat nagykun település, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras, Turkeve, Kunszentmárton és Kunhegyes. Ez a megállapodás az oktatás, a kultúra és a sport területére vonatkozott. Az együttműködés kapcsán kiadványok készültek, kulturális rendezvények és sportviadalok szerveződtek. És ami igen jelentős, és az akkori időkben egyedülálló tett volt, létrehozták a nagykunsági díjat, melyet Karcagváros koordinálásával eddig 24-en vehettek át. Életútjukat a Hagyományőrzés útján című, hamarosan bemutatásra kerülő kiadványban olvashatjuk. Legyünk mindannyian büszkék rájuk. 1995-ben a jászokkal és a kunokkal együtt szerveztük meg a redemció 250. évfordulójának ünnepét. Kiadványok jelentek meg, konferenciákat, kiállításokat szerveztek a hármas kerület településeiben. 1994-ben létrejött a Nagykun Együttműködési Tanács, melyhez három új település, Berekfürdő, Mesterszállás és Kuncsorba is csatlakozott 1996-ban. A kistérségekre osztás majd 2004-ben a kistérségek létrejötte, csorbította a területi egységet, de a több mint két évtizedes alapokon nyugvó együttműködés a hagyományőrzést fókuszba állítva tovább folytatódott, és mint a Nagykun Hagyományőrző Társaság társulás működött tovább. Központja Kisújszállás lett, a Nagykun településekhez Kétpó, Kenderes és Mezőtúr is csatlakozott. A Nagykun régióban működő kulcsemberek, a civil szervezetek, az oktatási és kulturális intézmények évről évre egyre rangosabb eseményeket szerveznek. Ezek közül ki kell emelnünk a kunkapitányok választásának felelevenítését, a Horváth György vezetésével létrejött Nagykun Nádor Huszár Bandérium megalakulását és működését, a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület tevékenységét. A Nagykun Hagyományőrző Társulás az elmúlt években hagyományőrző kulturális rendezvényeket támogatott, többek között a kunkapitány választásokat, bálokat, kunviadalokat, a kunhagyományok napját és más hagyományőrző rendezvényeket, illetve pályázatot hirdetett a hagyományápoló civil szervezeteknek és kiadvány alapot hozott létre. A társulás jelentette meg újra 2009-ben Györfi István Nagykunsági Krónika című művét, majd 2012-ben a Nagykun kapitányok a 16. századtól 1876-ig című könyvét. Most egy közös Nagykun honlap kialakításán dolgoznak. A nagykunok és a kiskunok 2009-ben ismét összefogtak, megrendezésre került a kunok első világtalálkozója. A Karcagon megtartott záróesemény mellett igen emlékezetes volt számunkra a Kunok útján elnevezésű lovas emléktúra, melyet Horváth György nagykun főkapitány a Kunszövetséggel közösen szervezett a Radnai hágóhoz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves jelenlévők! Az imént felsorolt számtalan esemény nem jöhetett volna létre azok nélkül a lelkes, elkötelezett személyek nélkül, akik néprajzosként, helytörténeti kutatóként, pedagógusként, művelődés szervezőnként, könyvtárosként és levéltárosként tették és teszik a dolgokat napjainkban is. Nem valósulhattak volna meg az egyre hangsúlyosabb szerepet betöltő civil szervezetek és a régióban élő polgárok segítsége érdeklődése nélkül sem.
és nem valósulhattak volna meg a kultúrapártoló önkormányzatok és a helyi vállalkozók támogatók nélkül. Köszönjük mindannyiuk segítségét! Az előzőekben már említett első Kunok világ találkozójának sikere arra inspirálta a településeket, hogy folytassák tovább a közös munkát. Nagyon fontosnak tartom, hogy Pusztaszeren az ország szívében felállították a Kunok mezején Györfi Sándor szobrászművész két kumbabáját. Kumbabák immáron egyre több helyen állnak, jelzik a Kunok ivadékainak jelenlétét, úgy, mint a kunhalmok. Állítottak már kumbabát Kishaloson, Mezőtúr mellett és a délvidéken is. A múlt tisztelete tehát kötelez bennünket, ezt az örökséget vinnünk kell tovább. Tisztelt vendégeink! Ma három jeles és ismert és szeretett karcagi tudós egy-egy jelentős munkáját ismerhetjük meg. A néprajztudós, szociológus, történész, közművelő dr. Őrsi Julianna nagykunsági kultúránkat összegző munkáját, a karcagológus Elek György, ahogyan mi nevezzük Ruzicska Ferenc, hiánypótló művét, a nagykunkapitányokról szól, és a turkológus dr. Barta Júlia értékes kiállítását, amely életútját mutatja be. Köszönjük szorgalmas, kitartó és elkötelezettséggel végzett több évtizedes munkájukat. Külön köszönjük, hogy publikációikban, könyveikben rögzítették és átadták nekünk azt a tudást, amit mi továbbadhatunk gyerekeinknek, unokáinknak. További munkájukhoz jó erőt, egészséget, kitartást kívánok. Önöknek pedig, tisztelt jelenlévők, azt kívánom, hogy sok hasonló kulturális élményben legyen még részük. Engedjék meg, hogy Garai János költő soraival fejezzem be a rendezvényt megnyitó gondolataimat. Csak törpe nép felejthet ősnagyságot, csak elfajult kor hős elődöket. A lelkes eljár ősei sírlakához, s gyújt régi fénynél új szövétnéket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen a polgármester asszony szavait. Felkérem dr. Pabil Őrsi Ujjannát, a néprajztudomány kandidátusát, hogy mutassa be a Hagyományőrzés útján című általa szerkesztett könyvet. Tisztelt jelenlévő, kedves könyvbarátok! Még egy éve sincs annak, hogy a Karcagi Városházán köszönhettem az érdeklődő nagyközönséget a Hagyományőrzés útján című tanácskozáson, mint a Jász-Nagykun Szolnok megyei Tudományos Egyesület elnöke, a rendezvény kezdeményezője. Akkor abból az alkalomból gyűltünk össze, hogy köszönetet mondjunk olyan tudósoknak, emlékezzünk rájuk, akik a nagykunság hagyományformáló arculatáért sokat tettek az elmúlt évtizedekben. Van, aki közülük már megkapta a Nagykun települések elismerését, a Nagykunságért díjat, vagy valamelyik város Pro Urbe díját, de van, akinek csak most kezdjük munkásságorral eloszlatni a feledés homályát. A konferencia előadói szívesen vállalkoztak egy-egy kutató, neves ember munkásságának felidézésére. Vetítéssel egybekötött előadásaink megidézték dr. Bellon Tibort, Körmendi Lajost, Szentesi Tóth Kálmánt, az egykori jegyzőket, a költő csokonait. Köszönettel szóltak dr. Péter László és Györfi Sándor tevékenységéről. A népes közönség pedig nagy érdeklődéssel hallgatta az előadásokat. A rendezvény szervezői, a már említett megyei tudományos egyesületen kívül a Déliné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár, a Karcagi Polgármesteri Hivatal, a Turkevei Kulturális Egyesület és szponzora az SNKFT nagy körültekintéssel szervezték meg az összejövetelt. Köszönet az akkori munkájukért. Már a konferencián felvetődött a gondolat, hogy az ott elhangzott ismereteket közkincsé kellene tenni. Az előadók, akik jó részt maguk is nagykunsági, jászkunsági lakók, nagykunsághoz kötődők,
aztán tanulmányokká formálták gondolataikat, és elküldték a szerkesztőnek. Mások is szívesen csatlakoztak hozzájuk. Így alakult ki jelenkönyv szerzői gárdája, kik is ők, és kiről szól az írásuk. Most akkor áttérek a Hagyományőrzés útján című könyv bemutatására. A könyv előszavában dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter ajánlja az olvasók szíves figyelmébe a kiadványt. A kötet szerkesztését jó magam végeztem, a kötet írásait 4 egységbe soroltam. A helytörténet, művelődés és művészettörténet fejezetben Elek György, Szentesi Tóth Kálmán polgármester helytörténeti érdeklődését mutatja be. Váci Imréné pedig Szentannai Sámuel tevékenységét a mezőgazdasági oktatásért. Szabó Péternén, Péter Lászlónak a Karcagi Múzeum újraalapításában tett ténykedését foglalja össze. Dr. Bató Edit, Györfi Sándor szabrászművés elhivatottságát dicséri. Professzor Barna Gábor, Kunszen Márton újratelepedésében szerepet játszó Radics István életútját tárja elénk. Én magam a vidéki értelmiség 18-19. Századi szerepéről írok. A fenti tanulmányok szereplőinek életútja mutatja, hogy időnként születik egy-egy olyan ember, aki kitartó munkával, tudással felvértezve olyan pozícióba kerül, amelyet viselve az egész helyi társadalomra nagy hatással lesz, és a település vagy az egész Nagykunság fejlődését pozitívan befolyásolja. A második fejezet a Néprajz muzeológia címet viseli. Itt Mód László, Simon András és én is Bellon Tibor munkásságának sokoldalúságát emelik ki. Megismerhetjük a múzeumigazgatót, az oktatót, a filmest, a népművészek pártfogóját az írásokból. Más nagykunsági származású néprajzos is bemutatásra kerül, így Barna Gábor nevezetesen. A könyvben Szűcs Sándor, egykori karcagi múzeumigazgató vallomását is felidézzük halálának évfordulóján. A Karcagi Múzeum törzsanyagának összegyűjtésében mindenképpen Szűcs Sándornak és Bellon Tibornak elévülhetetlen érdemei vannak. Ami a felhalmozott ismeretek továbbadását illeti, Szűcs Sándor a vízi világot, a környéken gyűjtött folkloranyag könyvekben való közzétételével tette ismerté. Bellon Tibornak a felsőoktatásban betöltött pozitív szerepét mutatják, hogy első tanítványai közül már többen egyetemi tanárok. A népművészet, népi iparművészet terén kifejtett szakszerű iránymutatása, a számtalan népművészeti kiállítás híresítette a Nagykunság tárgyalkotó kultúráját. A harmadik fejezet az irodalom történeté és a nyelvészeté. Dr. Szilágyi Márton a Csokonai kutatás legújabb eredményeivel ismertet meg bennünket. Mint tudjuk, Rideg István tanár úr az utóbbi években Körmendi Lajos nagykunsági költő-író munkásságának elemzésével foglalkozik. Az itt megjelent írását azóta már egy terjedelmes kötetben folytatta, és a továbbiakban is folytatja. A fiatalon elhunyt Mándoki Kongúr István nyelvész emlékének is szenteljünk néhány percet halálának évfordulóján Barta Júlia írásának elolvasásával. Itt meg kell jegyezni, hogy az iskolákból gyakran kerülnek ki a nyelvészet és a néprajztudomány művelői, akik nemzetközi tudományos szinten is megállják a helyüket. Egy korábbi könyvünkben, a Kulcsemberekben úgy fogalmaztam, hogy Györfi István, most kiegészítem, hogy Németh Gyula és Gál László hatása kimutatható a további nemzedékek elindításában.
A könyv negyedik fejezete az adattár. A fejezet cím mögött igen gazdag tartalom van. Itt olvashatjuk a 24 nagykunságért díjas életrajzát, amely a nagykunsági települések elismert kiváló egyéniségeinek a bemutatása. Most engedjék meg, hogy ne soroljam fel név szerint őket, könyvben megtalálják. Ha belelapoznak a könyvbe, meg annyi ismerőst találnak közöttük. Jó néhányan jelen is vannak. Ritkán fordul elő, hogy a napi és szaklapokon túl olyan családokra irányuló figyelmünk, akik gazdasági tevékenysége példaértékű. Most itt három karcagi, Hubai Imre, Kis Mihály és dr. Bene Sándor, valamint két túrkevei, Simon László és dr. Szőlősi Kálmán gazdálkodók engednek bepillantást mezőgazdasági üzemükbe. A közös bennük, hogy mindannyian paraszt családból származnak, kötődnek a kunsági földhöz. Időben váltottak, mertek belefogni a gazdálkodásba, és ma már mindannyian sikeresen gazdálkodnak. Gazdaságuk különböző nagyságú, sajátos karakterrel bír. Közös bennük a mezőgazdasággal való elkötelezettség, a szaktudás alkalmazása, amint az kiderül dr. Szendrei Eszter és Elek György interjúiból. Ők, mármint a vállalkozók, azok, akik a Vidékfejlesztési Minisztérium, mint a könyv kiadását lehetővé tevő fő támogató mellett szponzorolták a kötet megjelenését. Köszönet valamennyi támogatónak. Ugyancsak a negyedik fejezetben mutatkoznak be a legjelentősebb hagyományőrző civil szervezetek. Karcagról a KUN Szövetség, a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület, a Karcagi Városvédők, Kisújszállásról az Alföld Kutatásért Alapítvány, a Nagykun Huszár, Nádor Huszár Bandérium, a Városi Nyugdíjas Klub, a Kisújí Városvédők, Kunhegyesről a Baláti Kör, Turkevéről a NIMFE, a Természetvédő és a Turkevei Kulturális Egyesület. A bemutatkozó írásokat ugyancsak mindenki által ismert személyek, Őtót Lajosné, Víg Márta, dr. Tóth Albert, dr. Duca Lajos, ifjú Bene Sándor, Horváth György, dr. Sánta József és Nagy Anita készítették. Többek között nekik köszönhetjük, hogy több mint 120-an előfizetéssel segítették a könyv megjelentetését. A Hagyományőrzés útján című könyv a Karcagi Nyomda Kft. Üzemében készült. A tördelés Szabó Éva gondos munkája. A könyv borítójára Kabai László festőművész tanár gyönyörű alkotásai kerültek, amely egyúttal vallomás a szülővárosról. A címe is az, az én Karcagom. Mindannyiunk lakását nem díszítheti az eredeti alkotás, de könyvespolcunkra így behozzuk. Ahányszor elővesszük e könyvet, annyiszor gyönyörködhetünk benne. Végezetül köszönetet mondok mindazoknak a lelkes könyvvásárlóknak, akik előrendeléssel már a könyv tulajdonosai, legyenek azok karcagiak, nagykunságiak, vagy bármely településen lakók, elszármazók, és azoknak is, akik most vagy később a Hagyományőrzés útján című könyvvásárlói lesznek. Olvassák és lejjék örömüket az írott, a nyomtatott szóban, a könyvben, és ha tetszik, ajánlják másoknak. Nem feledkezhetünk meg a kiadóról sem. A Turkevei Kulturális Egyesület már két évtizeden nagy mecénása, szervezője a nagykunsági kiadványoknak. A sor, a Nagykun kistérségi tanulmányok most egy újabb kötettel gyarapodott. A kiadványt most itt a helyszínen, később a Turkevei Kulturális Egyesületnél
a Karcagi Dériné Kulturális Központ könyvtárában és a környékbeli könyvtárakban megvásárolhatják. A jelenlévő szerzők most a bemutató kiállítás megnyitás után dedikálják a könyveket, és szívesen válaszolnak a kérdésekre, várják az ötleteket, javaslatokat további témákra. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen! Most felkérem dr. Barta Júliát, hogy Elek György nagykunkapitányok a 16. századtól 1876-ig című kötetét ajánlja. Hölgyeim és uraim! Nagy boldogság az, hogy egy kollega újabb kiváló munkáját ajánlhatom a szerető figyelmükbe. Elek Györgyöt nem kell különösebben bemutatni a helyi közönségnek, de azért azok kedvéért, akik messziről jöttek, elmondanám, hogy nincs még egy ilyen kollega, mint ő, akiről azt mondja a szakma háta mögött, hogy amit Ruzicska Feri, zárójelbe Elek György nem tud, arról nincs okleveles forrás, az meg sem történt. Ez tényleg így van. Akinek valamilyen adatra van szüksége, egész egyszerűen felveszi a telefont és megkérdezi Ferit, hogy ugyan mond már, találkoztál-e már valami ilyesmivel, és akkor ő biztos, hogy mondja. Még a levéltári forrás lelőhelyét is azonnal megmondja. Egy igen hiánypótló és különleges munkát tartok a kezemben, a Nagykunkapitányok a 16. századtól 1876-ig című kötetét. Ferinek ez a 8. kötete, önálló kötete. Több mint 40 tanulmányt írt egyébként múzeumi évkönyvekbe, levéltári évkönyvbe és olyan folyóiratokba, amik igazán rangosak történeti folyóiratok. Ez a kötet tulajdonképpen a Nagykunkapitányoknak a teljes arzenáját, a teljes történelmi tettét sorolja. 41 nagykunkapitány volt a nagykunság történetében, köztük volt olyan is, akit négyszer is újra választottak. Mondanom sem kell, hogy a híres kisújszállási Illési családból való volt. Egyébként ez az a család, aki 123 éven át dinasztiát teremtett, és adta sorra a nagykunkapitányokat. Bár a kapitányok székhelye ugye itt volt Karcagon, de a kunkapitányok kisújszálláson laktak, már az illésiek, és onnan irányították a nagykunkerületet. Tehát 41 kapitány ügyes-bajos dolgát, életrajzát olvashatjuk, és megtudhatja ebből a kötetből a kedves olvasó azt, hogy miként működött a nagykun terület, a nagykun kerület. Mit jelentett az önállóság, az autonómia? Mert a nagykun kapitány az autonómia letéteményese volt, megszemélyesítője. A törvényességi rendet talán most a jegyző próbálja a törvényességi felügyeletet gyakorolni, de valaha a kapitány személye volt az, aki garanciát adott arra, hogy itt kérem, rendben mennek a dolgok, és ez olyan nagyszerű dolog volt, hogy a hatását máig érezzük, mert olyan fokú autonómia volt itt, amihez fogható nem is volt Európában, talán a székely autonómia volt hasonló. Ezért vagyunk mi, kérem, olyan rátartiak, olyan egyenes derekúak, úgy másunk sincs már lassan, csak a büszkeségünk, de ez azért nem semmi, bocsánat a kifejezésért. Tehát valahol itt van a történelmi gyökere annak, hogy miért ilyen nagyszerű vidék a nagykunság, mert kiváló embereket adott a hazának, és a nagykunkapitányok még ennek is az elejé voltak, hiszen akkoriban nem megélhetési politizálás folyt, hanem komoly érdemek alapján és komoly tettek alapján és ész alapján választották a kapitányokat, és feleltek a tetteikért, mert bocsánat, itt többen nevetnek itt az elsősorban. Azért ragadtattam el magam, mert valóban feleltek, vagyonukkal is feleltek a tetteikért. És nem kell messzire menni, hogy a sokat idézett Illési családot említsem. Éppen
Illési János volt az Kossuth kormánybiztosa, aki amikor visszahívták a rebellis nézetei miatt az országgyűlésből, akkor hát éppen mire ért haza? Arra ért haza, hogy Karcagon tűzvész pusztított, akkor égett le a városnak a keleti része, ami után ugye a mostani Széchenyi sugárút és a Vasút utca felé eső része, ami után ugye újra kellett osztani a portákat, akkor vitte el a nagy árvíz, az regnálása idején vitte el a nagy árvíz a Zádorhídnak a két pillérét, jött a kolera járvány, tehát millió baj volt itt, és mindent meg kellett oldani. És ez a kiváló kapitány meg is tudta szervezni. Sőt, még arra is volt ereje, ötlete, hogy ott a maga kis birodalmában, a maga kis városában egy különleges dolgot hozzon létre, egy angol kertet, kérem szépen, ami egészen 6 hektáron át virágzott, egy nagyon különleges, ráadásul divatot is teremtett Illési uram ezzel a kerttel, mert Kisújszálláson több helyen díszkertek alakultak a 19. század végéig, és tulajdonképpen a nyomát még máig látjuk. Tehát ezzel már el is árultam, hogy a kedvenceim közé tartozik pont az Illési család. De ha az összes többit említhetném akár, hiszen mindegyiknek megvolt a maga nagy érdeme. A kapitányok olyan módon beleszóltak a város életébe, a saját, nem csak a város, hanem az egész kerület életében, hogy még a viseletet is meghatározták, még a viseletben a renitenseket is megintették. Nem hordhattak a legények széles karimájú kalapot, nem viselhetett mindenki csak úgy rangjához nem illő viseletet, mert különben megvette őket a kapitány, mert az nem illik. És ugye mi illett? Az illett, ami a hagyományos, ami a jól bevált, ami erkölcsös, és ami ugye a nagykunság szigorú erkölcsének megfelelt. Tehát aki előveszi Elek György nagykunkapitányok a 16. századtól 1876-ig a Muszáj vármegye kialakulásának idejéig áttekintését nem fog csalódni, mert nagyon, nagyon jó olvasmányt fog a kezébe venni. Az ajánlását Horváth György írta, és az ő neve már elhangzott a mai nap, mert hogy Kisújszállás volt az, aki a nagykunkapitány választás szokását 2000-ben feltámasztotta, és ő volt az első, aki a legújabbkori kapitányok közül hivatalba léphetett, és most is, jelenleg is egy kisújszállási kapitány van, a 10. éppen az Illési család leszármazottja, Illési Ádám, aki majd holnap fog beszámolni, és holnap fogja átadni egy karcagi kiválóságnak a kapitányi stafétabotot. Nagy örömünkre szolgál, hogy ez a jelkép, a kunkapitányok választásának jelképe újra egy ilyen szép szimbólummá válhatott a nagykunságon. Szerető figyelmükbe ajánlom ezt a könyvet. Nem hiányozhat egyetlen nagykunsági család könyvespolcáról sem. És Elek Györgynek minden további munkáját figyelmükbe ajánlom, meg az előzőeket is persze. Szeretnék szólni még egy dologról. Valami véletlen folytán, és az én rubeolából visszamaradt szerénységem okán kimaradt a szervezésből egy másik kötet ajánlása. Kun történetek a régi időkből, Zádor és Ágota a Debreceni útban, és a Kun Erzsébet című kötetnek egy újabb kiadása, Gondáni Hidegkuti Ildikó illusztrációjával jelent meg ez a kötet. Elsősorban gyűjtőknek, gyerekeknek ajánljuk meg, hát minden nagykunságinak természetesen, mert újra tanulhatjuk belőle a határneveket, a kunok történetét, és hát mindazt, ami naggyá tette ezt a vidéket. Új Péter nevét nem kell különösebben bemutatni a karcagiak számára, azt hiszem, hiszen ugye tudjuk, hogy Karcag nótáriusa volt,
1780 és 1842 között élt. Tulajdonképpen a helyi történeti mondákat dolgozta fel verses elbeszélő költeményben. Több kiadást megért már ez a munka, főleg az Ádor és Ágota az ismertebb, de úgy gondoltuk, hogy a két világháború között utoljára megjelent Kun Erzsébetet is jó lenne újra a közönség elé tárni. Számozott példányban jelent meg, 500 példányban jelent meg számozott kiadásban, tehát mint mondtam, elsősorban a gyűjtőknek és a gyermekeknek ajánljuk, na meg mindenkinek. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük szépen, felkérem Bánkiné dr. Molnár Erzsébetet, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, hogy nyissa meg dr. Barta Júlia Keletvarázsa Hit, Tudomány, Kultúra című kiállítását. Nagy szeretettel köszöntök minden megjelentet. Örömömre szolgál, hogy másodszor lehetek itt önök között, és sok ismert arcot látok a közönség között, ami azt jelenti, hogy Karszagon sokan vannak hagyománytisztelők, hagyományszeretők, irodalom szeretők és kiállításnézők. A kiállítás, amelynek a megnyitására felkértek, a török kultúrát mutatja be, a török társadalom szokásaiba kalauzol bennünket. Ám mielőtt a kiállításról beszélnék, szeretném bemutatni a szerzőt, az alkotót, a fotóst, aki a képeket készítette. Gondolhatják önök, hogy hiszen ismerik Barta Júliát, éppen az előbb mutatott be ő is egy könyvet, itt él Karcagon. Én is azt hiszem, hogy a karcagiak ismerik, nap mint nap esetleg találkoznak vele sokan. Sokan olvashatták a könyveit is. Én azonban a kiállítás kapcsán beszélgettem vele, megkérdeztem a hogyanokról, a miértekről, az okokról, amelyek elvezették őt a kiállítás létrehozásához. Válaszait a magam gondolataival ötvözve szeretném most önöknek tolmácsolni. Barta Júlia innen Karcagról, a Györfi István Nagykun Múzeumból indult, itt kezdte a pályafutását 1984-ben, és folytatta a következő 20 év folyamán. Majd Szolnokra került, a Damjanich János Múzeumba néprajzosnak, ahol hamarosan a néprajzi osztály, a Szolnok megyei múzeumi szervezet néprajzi osztályának vezetői tisztét is megkapta, betöltötte és ellátja napjainkig. Közben megvédte a Debreceni Egyetem néprajzi tanszékén PhD értekezését a Kunság népi kultúrájának keleti elemei címmel. Tehát a kunsági folklór és keleti kapcsolatai Szolnokon és már Karcagon a Nagykun Múzeumba kerülésekor keltették fel érdeklődését. Még Karcagon barátai tanácsára kezdett el törökül tanulni, majd török nyelvtudását évente ismétlődő gyűjtőútjain Törökországba, Közép-Ázsiába tökéletesítette. Elsősorban az anatóliai törökség kultúrája érdekelte, főleg az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokásokat, etnobotanikát, árucsere néprajzot gyűjtött. Három ízben járt Közép-Ázsiában, Kazakisztánban és Kirgizisztánban. Mivel az összehasonlító néprajzi munkához kevés irodalom, szakirodalom állt rendelkezésére, nagy hangsúlyt helyezett a telepmunkára, és arra, hogy felvegye a kapcsolatot az ankarai egyetemek megfelelő tanszékeivel, a törökországi kutatókkal. Így megismerkedhetett az ottani kutatásokkal, és nem elhanyagolható, hogy hírét vihette a magyarországi keletkutatás eredményeinek. Közben Júlia a Debreceni Egyetemre az Erasmus program keretében érkező török anyanyelvű hallgatók képzésébe is bekapcsolódott a Debreceni Egyetem néprajzi tanszékén. Mindemellett még ismert terjesztő munkát folytatott, ami muzeológusi hivatásából, kutatói lényéből természetes módon adódott. Kiállításain, publikációiban, kiadói és szerkesztői munkásságában érzékelhető, hogy nagy mértékben törekszik a tudományos ismeretek továbbadására, a kunsági népi kultúra keleti gyökereinek megismertetésére. Ennek a szellemiségnek köszönhetően
1996-tól tagja, majd 2005 és 2007 között elnöke volt a Barbarikum Irodalmi és Művészeti Egyesületnek, a Barbarikum Könyvműhelynek, és szerkeszti a Keleti Örökségünk sorozatot. Több magyarországi országos hatáskörű egyesületnek, tudományos társulásnak is tagja, nem sorolom fel mindet, közülük említem a Magyar Néprajzi Társaságot és a Körösi Csoma Társaságot. 1985-ben Kiskunfélegyházán jött létre a Jászkunság Kutatása Műhely, melynek munkájába Júlia azonnal bekapcsolódott. A műhelyhez tartozó jászsági, kis- és nagykunsági kutatók, sőt, ezen túlmenően országszerte vannak olyan kutatók, akik már kapcsolódtak, csatlakoztak, 3 évente számot ad munkájáról, magas szintű konferenciákon, ez legutoljára éppen itt Karcagon tartottuk meg. Szertágazó tevékenysége közben Júlia mindvégig hűséges maradt a kezdetben választott kutatási területéhez. Kitartó munkája az ezredfordulóra a személyes sikereket is meghozta számára. Díjak, kitüntetések, elismerések sora jelzi, hogy indulásakor Júlia helyes utat választott. A számtalan kitüntetés és díj közül csak egyet emelnék ki a hely szellemihez csatlakozva, amit már Őrs Julika is említett az előbb a könyvbemutató kapcsán, a nagykunsági díjat, nagykunságért díjat. Ezt 2010-ben kapta meg. A nagykunság és a rokon népek népi kultúrájának feltárásában, megismerésében huzamosabb időn át magas színvonalon végzett kutató munkájáért. Barta Júlia, mint láthatják, hallhatják, sokan tudják, ezer szállal kötődik a nagykunsághoz. 2010-ben a Magyar Nemzet Riportere készített egy interjút vele, akkor személyes, szubjektív hangon vallott erről a kötődésről. Engedjék meg, hogy néhány mondatot idézzek. A nagykunság nekem szülőföldem, értető közegem. Mindent innen kaptam, ami az életben fontos. Kunnak, kunságinak lenni különös érzés. Tartást ad az embernek. Persze mosolyoghatnak a nagyvárosokban lakók. Hol vannak már a kunok? Régen beolvadtak a magyarok közé, asszimilálódtak, nyelvüket is elveszítették. Ez mind igaz. De a szokás elemeknek, a népi kultúrának számos elemét az itt élők napjainkig megőrizték. A népi díszítő művészet a pásztorkultúra révén megmaradt a 20. századig. Nyomait ma is felfedezhetjük, tanúsítják ezt a néprajzkutatások, és tanúsíthatja a történeti kutatás is. A kunságban, tudjuk, a globalizációval szemben a hagyományok adnak kapaszkodót. Példának említem a lovas kultúra felelevenítését. Hajdan ez a vidék számtalan kiváló katonát, lovashuszárt adott a hazának. Ma az ő emlékükre alakulnak kunságszerte újból a különböző hagyományőrző huszárcsapatok. Többek között Karcagon, Kisújszálláson, Nagykunságban is. Nem véletlen talán az sem, hogy a hazai turkológia jeles alakjai indultak innen, Karcagról. Nem sorolom fel mindannyiukat, de mégis meg kell említenem Györfit, Györfi Istvánt, aki a kunokkal és a kunsági kultúra törökségi párhuzamaival is foglalkozott. És a már említett Németh Gyulát, aki fiatalon lett az ELTE filológiai tanszékének vezetője, ahol számos kiváló kutatót nevelt ki, közöttük a karcagi születésű kiváló nyelvészt, Mándoki Kongó Istvánt. A 80-as évek közepén
innen Karcagról végre egy nő is elindult ezen az úton. Ő Barta Júlia. A mérce nagyon magas, és az út is nagyon nehéz. De a kutatói szenvedély hatalmas erőt adhat az arra elhivatottaknak. Annak, aki folytatni akarja a Györfi által megkezdett munkát, összehasonlító kutatásokat kell végeznie. Nem elég a szakirodalmat megismerni. Nem elég csak a szellemi tudás telepen folytatott gyűjtő munkát kell végeznie, ahogy mondjuk, telepen is jól kell tudni mozognia. Erre szolgáltak Júlia számára a sokszor viszontagságos körülmények között megtett gyűjtőutak. Az már említett Közép-Ázsiába, Törökországba és Belső-Anatóliába. Az itt látható kiállítás igazolja, hogy ezeken az utakon nem csupán Júlia tárgyi ismeretei gyarapodtak, hanem érzelmileg is közel került a kötetett, a kutatott népcsoport kultúrájához, hagyományaihoz. A telepen elsősorban a szokásokat gyűjtötte. Arra kereste a választ, hogyan, miként működik a török társadalom. A török népek hogyan mentik át hagyományaikat, miközben folytonosan Európához próbálnak igazodni. Az az igazság, hogy Törökország már Atatürkkel megkezdte az Európához való csatlakozást. Hiszen Atatürk, aki modernizálta a török társadalmat, minden reformjának mintájáért európai mintához nyúlt. De a török kultúra is sokat adott hazánknak. Amikor a török korszakról beszélünk, sokaknak csak az hosszú-hosszú török háborúk, a pusztítás jut eszükbe. De gondoljunk arra, hogy közben az egymás mellett élés a kultúrák közötti cserékhez is vezetett, és sok mindent, pozitívumot is átvettünk, sok mindent átadtak az itt élő magyaroknak. Közülük néhányat hagy említsek meg. A néprajzosok talán a legjobb tudói annak, hogy a színessé vált magyar népviselet a török világ hozadéka. A színes keleti kelmék abban a pillanatban megjelentek a kisvárosokban is, amikor a Balkánról érkező kereskedők megnyitották boltjaikat. De a magyarországi kertkultúra is magán viseli a török korszak nyomait. A tudományos kapcsolatok a 20. század elejére vezethetők vissza, de régebbi gyökerekbe kapaszkodhatnak. Egy nevet említenék meg, Széchenyi Ödönét, aki a török tűzoltóság megteremtője volt. És nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert Karcagon vagyunk, hogy amikor Atatürk bevezette a latin betűs írást Törökországba, a karcagi tudóst Németh Gyulát hívta meg a nagy munka elvégzésére. Ma már senki nem vitatja, hogy a magyar kultúra törökös, de ennek elismerése hosszú-hosszú időn keresztül falakba ütközött. Tudjuk, a köztudatba bevésődött sztereotípiákat majdnem lehetetlen, de legalábbis nagyon nehéz megváltoztatni, áttörni. A falakat csak sokszorosan bizonyított, hiteles ismeretekkel lehet ledönteni. Hogy ez hosszú idő után végre sikerült, és ma már elismerik, hogy a magyar kultúra számos törökös vonást hordoz magába, az összehasonlító vizsgálatokat végző keletkutatóknak, közöttük a karcagiaknak, és közöttük Barta Júliának is köszönhető. Kutató útjai során Júlia tapasztalhatta a török nép mélységes hagyománytiszteletét. Az itt kiállított fotókon is látható életképek tanúsítják, hogy a törökök nem asszimilálódtak. Integrálódnak, de nem asszimilálódtak. Tiszteletbe tartják más népek törvényeit, de a sajátjuk szerint élnek.
A török embernek nincs identitászavara, mert a hatalmas erőt és biztonságot adó, a nemzedékek kölcsönös egymás iránti tiszteletén alapuló nagy családban nőhet fel. Törökországban 47 féle nemzetiség, etnikai csoport, vallási csoport él, mégis egy nemzetben gondolkodnak. A kiállítás, melyet most megtisztelő feladatként megnyithatok, egy sikeres pályát befutott kutató számadása az eltelt év alatt folytatott kitartó és küzdelmes munkáról, arról a sok-sok tanulásról és áldozatvállalásról, amelyeknek kutató útjai során részese volt. A kívülálló számára Barta Júlia észrevétlenül alakult át vált hivatásá a keletkutatás. A szeretett kunság folklórjának, néprajzának megismerése elvezette őt a gyökerek vizsgálatához. Azt hiszem, Júlia könyvei, melyeket egyébként ott az utolsó tárlóban láthatnak is, tanulmányai, az általa rendezett kiállítások igazolják munkásságának eredményességét. Szám szerint 12 kötet, közel 100 közlemény és tanulmány, számos ismeretterjesztő írás és kiállítások sora támasztja alá, hogy kitartó munkával, erős elkötelezettséggel, na és a megfelelő tudás elsajátításával nagyszerű eredményeket lehet felmutatni. Ez a kiállítás immár egy életkutató látószögéből tárja fel a vizsgálat tárgyát. A jó kutató azonban nem elégszik meg a tudományág lexikális elsajátításával, hiszen nincs tudomány emberek nélkül. Különösen nem lehet összehasonlító néprajztudományt végezni a kutatott népcsoport jelzelemvilágának, szellemiségének megismerése nélkül. A képeket nézegetve, ki megbizonyosodhat, Barta Júlia kiválóan ismeri a török kultúrát, és képes azonosulni a török emberek lelkiségével. Sokakkal együtt, magam is vallom, értéket csak következetes munkával lehet teremteni. Ezt követték a keletkutatásban kiváló eredményeket elért nagy elődök, ezt követte és követi Barta Júlia is, aki tudása, kitartása, tudományos munkája méltán sorolhat a kunság, karcag, tudós, kiváló, orientalistái, néprajzkutatói közé. Tisztelt megjelentek! Engedjék meg, hogy további eredményes munkát kívánva az alkotónak elsőként gratuláljak a gyönyörű kiállításhoz, és hogy önök is elmerülhessenek kelet varázsának bűvöletében, a kiállítást megnyitom. Köszönöm szépen, csak két mondatot szeretnék mondani. Nagyon, nagyon hálás vagyok ezekért a kedves szavakért. Mit is mondhat ilyenkor az ember, mint a hájjal kenegetnék, úgy érzi magát. Nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, és külön köszönöm a messziről jött kedves székelykeresztúri barátaimnak is, hogy ide értek, és megtiszteltek a jelenlétükkel. Érdekes ez a kiállítás, az én nagyon-nagyon készültem rá, mert Karcagon először mutatkozom be ilyen módon, és igazán nem magamutogatás ez, ezek munkafotók. Valójában csak egy keretet adnak annak a munkának, amit Aranka is mondta, ami ott van összesűrítve egy kis vitrínben. Valójában akkor ér valamit a dolog, a munka, hogyha ezt közre tudjuk adni, ha a fotók, a munkafotók, tanulmányok illusztrációjaként is megjelenhetnek. És én azt hiszem, hogy elégedett lehetek, mert nagyon szerencsés vagyok, hiszen valahogy úgy alakult a pályám, hogy alkalmam is volt megjelentetni ezeket a dolgokat, és
hát így sikerült, és akkor most íme tekintsék meg, és köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönjük szépen, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkben Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét. Bejelentem, hogy ajándékok átadása következik, felkérem polgármester urat, hogy adja át a virágcsokrokat és a könyvcsomagot. Kedves vendégeink, tájékoztatom Önöket, hogy a kiállítás szeptember 25-ig látogatható munkanapokon 8 és 17 óra között. Szeretném figyelmükbe ajánlani a ma fél hétkor kezdődő Karcagi Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenyét, melyen Bartal László karmester vezényel, illetve a KUNOK második világtalálkozójának holnapi eseményeit, melyek a Múzeumparkban és 14 órától a Városháza előtt kerülnek megrendezésre. Mindenkit szeretettel várunk. Most kérem Önöket, hogy fáradjanak át ide a mellettünk lévő klubterembe, ahol a szerzők dedikálni fognak, és várjuk Önöket egy kis frissítőre.